Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy még megtiszteltek minket jelenlétünkkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia, a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Hajagos Krisztina vagyok, a PPH egyik vezetője. Először is szeretném megkérni Önöket, hogy kapcsolják ki a mobiltelefonokat, illetve némítsák le. Ne zavarja a technikát, illetve az előadást. Köszönöm szépen. Érdemes jegyzetelni, és megkérném Önöket, hogyha bármi kérdésük lenne, írják föl, és az előadás végén feltehetik a kérdéseket Szedlacsik Miklósnak. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A mai nap képzése két részből fog állni. Először egy tudatosságfejlesztésből és az ember életjobbító képzésből. Szünetekkel együtt körülbelül 3,5 órát fog igénybe venni. Szeretném bemutatni a mai nap előadóját. A képzésünk alapítóját és szervezetünk vezetőjét, a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával, feleségével Mariannal, kiegyensúlyozott, boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek föl. 1987 óta foglalkozik emberekkel, és 1991-től szervez embereket, és van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket, és több pénzintézet vezetője is volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett volna egy szervezett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar segíteni az embereken, hogy az élete romokban hever. Csak olyan dolgot tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Küldetése, az aranykor létrehozása, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. Azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy tartsa meg az előadását. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni itt az elején, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé a világ halad. Mi baj van a világ haladásával? Nem halad? Hát mit csinál, ha nem halad? Visszafelé halad? Lefele halad. Álva halad. Mi várható, ha ebbe az irányba halad tovább a világ? Semmi jó? Hát ugye milyen jó lenne, ha az emberek ismernék, hogy hogyan működik az ember, nem?
Mi ezt tanuljuk itt vajon? És van benne hasznos tudás? Szoktátok is használni? Biztos? Ugye nem csak mondod? Oké. Ugye milyen jó lenne, az emberek azt is tudnák, hogy hogyan működik az élet, nem? Tudják? Tanították nekik? De vajon miért nem tanították, hogy hogyan működik az élet? Nem volt megengedve, meg nincs is megengedve, nem? Most sincs, nem csak volt. Jelen időben is így van. Gyerekek mennyit tanultak arról mondjuk a iskolai tanulmányaik során, jelenben, múltban, egyaránt, teljesen mindegy mondjuk, az elmúlt 50 évben, vagy 60 évben, mindegy. Hogy hogyan működik az élet? Hát gyakorlatilag semmit, nulla, nem? Tehát teljesen. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy a tanulmányunknak mondjuk 1%-a volt. Hát gyakorlatilag ilyen 0%, nem? Pedig kellene tudni, hogy hogyan működik az élet. Hát azt is jó lenne, nem? Hát most lenne egy olyan kérdésem is, amit úgy nem szoktam föltenni, de most megkérdezném, hogy ki az, aki maximálisan elégedett mondjuk azzal a testtel, avval az anyaggal, amiben benne van a lelke? Ezt tegye már föl a kezét. Jé, nem tette föl senki. Tehát olyan szuperül meg vagyunk tervezve, hogy senki nem elégedett vele, mi? Olyan szuperül létrehoztak minket, hogy a jó Istenünk létrehozott. Hogy... Tehát nem megtagadjuk a jó Isten, nehogy valaki félreértse. Csak ugye ezek szerint nem a jó Isten hozott létre minket. Mert a jó Isten az nem úgy hozott volna létre, hogy senki ne legyen elégedett, nem? Milyen jó lenne, az emberek azt is tudnák, hogy az alapelvek mik az életben. Tehát mondjuk olyan alapelvek, hogy etika azon belül, erkölcs, becsület, tisztesség, és azon belül az égi alapelvek, mondjuk, hogy ne tegyél olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének. Vagy ne tegyél olyat, ami a többség érdeke ellen van például. Vagy tegyél meg olyat, amit bezzeg te szeretnéd, hogyha veled megtennének. Vagy tegyél meg olyat, ami a többség érdekét szolgálná, stb. Stb. Tehát ugye a négy legfontosabbat mondtam el. Milyen jó lenne ezeket az elveket ismernék az emberek, és be is tartanák az emberek, nem? Nem jobb lenne? Nem ennyire más minőségű életet élnénk, nem? Hát hogyha csak ezt a négy alapelvet betartanák az emberek, már egész más minőségű életünk lenne, nem? Milyen jó lenne, hogy tudnák az emberek, mi az értelme az életüknek? Nem? Tehát, hogy miért születtek? Miért vannak itt? Mi lenne a küldetésük? Tehát mi nekünk embereknek külön-külön. Ugye, mert van egy általános értelme az életünknek, az, hogy fejlődjünk, megéljünk jó és rossz dolgokat, és tudjunk különbséget tenni a jó és a rossz között. Tehát ugye egy ember, ha nem tapasztalja meg a rosszat és a jót, akkor nem tud különbséget tenni a kettő között. Tehát nem tudja, hogy mennyivel jó a jobb, vagy mennyivel jobb a jó, úgy akartam mondani. Tehát mennyivel jobb a jó, mint a rossz. Szerinted az embereknek nem lenne könnyebb és boldogabb az életük, hogyha ezekre lenne válaszuk, tehát lenne megoldásuk? Tehát ismernék az ember az élet működését, alapelveket, tudnák mi az értelme az életüknek. Nem lenne könnyebb az életük? És hol juttatják ezekhez a tudáshoz az embereket?
Hát van egy hely, úgy hívják, hogy PPH, azon belül a Nyílt Akadémia, de azon kívül. Tehát mondjuk tömegeket. Mondjuk politikai és vallási befolyástól mentesen, vagy hovatartozástól mentesen. Hol? Sehol. Na nézzük meg, mit csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké váljanak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Na nézzük meg, miért csináljuk. Azért csináljuk, mert elég nagy tudatlanság van a bolygón, és a tudatlansághoz hozzáadják mondjuk a vallást, akkor lesz belőle terrorizmus. Elég nagy tudatlanság van a bolygón, és a tudatlansághoz hozzáadják a hatalmat, akkor abból zsarnokság lesz. Tehát egy tudatlan ember hatalmat kap, zsarnok lesz. Egy tudatlan embernek van egy vallásban egy igen nagy hite, akkor fanatikus lesz. Fanatikus. És a fanatizmusból lesz a terrorizmus. Tehát egy fanatikus embert rá lehet venni arra, hogy terroristaként működjön. A zsarnok pedig elnyomja a népet, vagy elnyomja azokat az embereket, akik alá tartoznak. Ha tudatlanság van, és ahhoz az embereknek szabadságot adnak, akkor káosz lesz belőle. Ha tudatlanság van, és az embereknek pénzt adnak, vagy pénzük van, akkor abból korrupció lesz. Ha tudatlanság van, és se pénz, se semmi, csak szegénység, akkor meg bűnözés keletkezik. Tehát ugye, ha megnézzük olyan, hogy fanatizmus, terrorizmus, zsarnokság, káosz, korrupció, bűnözés, mintha ez jelen lenne valamilyen szinten a bolygón, nem? És ez természetes dolog, hogy jelen kellene lenni? Hát abból indul ki az egész, hogy tudatlanság van. Tehát a tudatlanságot fel kell számolni, nem? Hogy lehet felszámolni a tudatlanságot? Hát úgy, hogy elérhető módon az embereknek a mindennapokban használható tudást kell adni. Én tapasztalom, számos esetben tapasztaltam azt, hogy emberek vitatkoznak, veszekednek egymással, most beszéljünk olyan emberekről, akik valamilyen szinten együtt élnek. Tehát ugye ez lehet párkapcsolat, vagy szülő-gyerek kapcsolat, vagy lehet bármilyen olyan kapcsolat, ahol együtt élnek emberek, ez általában rokoni, vagy közeli hozzátartozói általában kapcsolat. És ugye számos esetben láthatjátok, hogy miért történik a veszekedés, miért történik a vita. Mert nem tudja, hogy a másik miért teszi azt. Fogalma nincs. Nem érti, hogy miért teszi azt. Azt hiszi, hogy azért teszi azt, amit tesz, hogy vele kiszúrjon. Nem ezt gondolja a tudatlan ember? Ezt gondolja. És ezért mit csinál az a másik, aki ezt hiszi, hogy kiszúrnak vele? Hát akkor én is kiszúrok vele. Nem? Ha ő veszekszik velem, akkor én is. Ha ő ezt csinálja, akkor én is. Ez ilyen abszolút, ilyen reaktív működés. Az azt jelenti, hogy ez a tipikus megoldás, hogy
Ha megdobnak kővel, dob vissza kővel. Nem? Tehát ez a ártanak neked, és akkor állj bosszút megoldás, nem? Tehát árt valaki neked, akkor add vissza neki. Ez a bosszú. Tehát gyakorlatilag az. És ahol bosszú van, ott békesség van? Nincs. Tehát az emberek sok esetben úgy működnek, hogy ilyen reaktív módon, tehát ilyen nem tudatos módon, ilyen teljesen ösztönből fakadóan reagálnak. Tehát kap egy reakciót, érkezik egy reakció, és ő reagál arra a reakcióra. Na most, ennek így kellene lenni mindig? Jó, az egy dolog, hogy így volt. Tehát nem értünk meg már mi arra emberek, hogy egy kicsit másként éljük az életünket. Tehát téged nem tud senki fölemelni, ha te magadat nem akarod felemelni. Tehát ahhoz, hogy felemeld magad, ahhoz meg tudásra van szükséged. Tehát ez a fajta működés, hogy az ember ösztönösen reagál a reakcióra, ez egy ilyen, hát nem emberi, nem emberhez méltó működés. Az állatnak ez így pont jó, hogy mit tudom én mondjuk, megijed a kutya, és akkor onnantól kezdve világ életében azt, amitől megijed, vagy ahhoz hasonlótól, vagy hasonlót mindent meg fog ugatni. Tehát ez egy állati működés. Csak mi az állatoknál sokkal többre vagyunk képesek. Tehát sokkal többek vagyunk. Tehát mi képesek vagyunk arra, hogyha tudást szerzünk, akkor az élethelyzeteinket helyesen megoldjuk. Mindnyájan képesek vagyunk. Tehát egy bűnöző, aki bármilyen súlyos bűncselekményt elkövet, ha tudást szerez, akkor onnantól kezdve abba hagyja a bűnözést. Hát csak nézzük meg, manapság az embereknél elérték azt, hogy ne tudjanak pénzt teremteni. Ezért ugye még a nyelvünkbe is berakták, hogy pénzkeresés. Hát attól, hogy valamit keresel, attól még nem biztos, hogy megtalálod, nem? Tehát ugyanez a helyzet a pénzkereséssel is. Hát a legtöbb ember tényleg keres pénzt, csak nem talál. Nem? Tehát miért nem hívjuk mondjuk pénzteremtésnek? Hát mert a teremtést azt tanulni kell, nem? Hát a kereséshez nem kell nagy tudás, nem? Az kell tudás. Ha keresni bármilyen tudás nélkül lehet, nem? Hát keresgéljünk, keresgéljünk. Azt a legtöbb ember élete a keresgéléssel telik el. Ez keres, az keres, leginkább pénzt. Nem? Hát de miért nem teremtünk pénzt? Hát miért nem teremtünk? Hát azért, mert nem tanították rá, hogy hogy kell, nem? Hát ott kezdődik az első dolog mindig, mindennel kapcsolatban, hogy mi a kiinduló pont. Tehát ugye az a kiinduló pont, hogy te mit szeretnél. Nem? Hát a legtöbb ember még azt se tudja, mit szeretne. A legtöbb ember azt szeretné, amit a szomszéd, meg a barát, meg... Miért nem így van? Megnézi, hogy a szomszédnak milyen van. Oly, de szép kerítést húztak a jóskáik, akkor nekem is kell. Nem? Nem ezt csinálják? Tehát a legtöbb ember még azt sem tudja kitalálni, hogy mit szeretne. Tudod, miért nem tudja, hogy mit szeretne? Mert nem tudja, mi az értelme az életének. Ő azt gondolja, hogy az az értelme az életének, hogy legyen minél szebb fedél a feje fölött, amit minél szebb kerítéssel vesznek körbe, nem? Akkor legyen minél szebb autója, minél szebb ruhája, minél jobban nézzen ki, nem? Ennyi. Minél jobb helyre menjen el nyaralni, nem?
Lehetőleg minél kevesebbet dolgozzon, és minél többet nyaraljon. Nem ezt szeretné a legtöbb ember? Tehát azt gondolják, hogy valahol az életnek ez az értelme. Ebben még belefér az, hogy neveljünk gyereket, vagy gyerekeket. Nem? Hát majd, ha fölneveltük, akkor meg majd lesz valahogy. Hát reméljük, akkor majd foglalkozhatunk az unokákkal. Nem? És akkor leélték az életüket, és dolgoztak végig az életükben az anyagért. Nem? Mert azért dolgozott, hogy kifizesse a rezsit, azért dolgozott, hogy etesse, itassa saját magát, azért dolgozott, hogy szórakoztassa saját magát, vagy szórakoztassák kívülről, és ezt megfizesse. Tehát azért dolgozott, hogy az anyag az valahogy életben maradjon, lehetőleg minél tovább, nem? És az emberek azt gondolják, hogy ahhoz, hogy az anyag életben maradjon, tehát a testünk életben maradjon, ahhoz az kell, hogy lehetőleg ne erőltesd magad túl a munkában, ne sokat dolgozz, nem? Lehetőleg minél több pénzed legyen, minél szebb helyen lakjál, minél szebb eszközeid, dolgaid legyenek, és legyen egy szép családod is, nem? És akkor onnantól kezdve, akkor majd túlélünk valahogy. Hát a legtöbb embernek erről szól az élet, nem? És erről is kellene, hogy szóljon az élet? Tehát mi az, amit igazán te szeretnél? Nem azért, mert a szomszédtól láttad. Nem azért, mert valaki azt mondta neked, vagy nem azért, mert mondjuk a tévében láttad, vagy valahol máshol, hanem amiért, amit te szeretnél. Tehát mi az, amit te szeretnél? Hát ugye ahhoz, hogy az ember tudja, hogy mit szeretne, először is meg kellene nézni, hogy mit kellene jobbá tenni, nem? Tehát mi az, amivel nem vagyunk elégedettek? És ez nem az elégedetlenségről szól. Hát amivel, ami megvan, amivel rendelkezel, azt nem tűzzük ki célnak, mert az már megvalósult. Nem? Tehát azt szeretnénk, ami még nincs. Azt szeretnénk, amit szeretnénk, hogy jobb legyen, nem? Amit szeretnénk, hogy változzon, jobbá váljon, nem? De azt tudnunk kell, hogy mi az, amit szeretnénk, hogy jobb legyen. Mivel nem vagyok elégedett, nem? Tehát mit tudom én, megnézed, mi az, amivel nem tudsz elégedett lenni? Bármi. Összeírtad? Ugye az embereknek azt mondják, hogy tűz ki célt. Nem ott kezdődik, hogy tűz ki célt. Ott kezdődik, hogy mit szeretnél változtatni, mit szeretnél jobban csinálni, mit szeretnél jobbá válni, miben szeretnéd, hogy jobb legyél, stb. Stb. Jobb, 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 jobb. Érted? És ez nem az anyagról szól, ha megnézed. Például legyen több tudásod mondjuk a gyereknevelésben. Hát az nem az anyagról szól. Legyen több tudásom abban, hogy hogy éljek egészségesebben. Például, hogy őrizzem meg magasabb szinten a testem épségét. Tehát, akkor nézzük, hogyan legyen jobb a párkapcsolatom. Nem? Hogyan legyen jobb mondjuk a pénzteremtő képességem. Tehát mind megnézzük, ez nem anyagról szól, hanem a tudásról szól. Tehát milyen változást szeretnél pozitív irányba az életedben? Ugye vannak berögzült dolgok. Ugye a berögzült dolgok között ott van az, hogy egy természetes, tehát berögzítették az embereknek, hogy az egy természetes folyamat, hogyha az ember ahogy korosodik, jönnek az évek pluszba, hát azok mínuszba tudnak jönni, tudod, pluszba jönnek az évek, hát
Hát ugye ez a berögzült, hogy akkor mit tudom, beteges lesz az ember, meg fáradékony, meg ez, meg az, meg amaz, nem? Ezt így berögzítették az embereknél. Na most azért mondom, hogy berögzített dolog, mert ha megnézed, akkor hogy van az, hogy vannak egyesek, akik fáradékonyak, meg kevésbé bírnak, meg ilyen bajuk van, meg betegesek, meg olyan bajuk van, másoknak meg nincs. Mert akkor mindenkinek így kellene lennie, nem? Hát vagy mindenki, vagy senki, mert hát ember úgy hívják. Tehát ami azt jelenti, hogy akkor ennek egységesnek kell lenni, de nem egységes. Tehát kérdés az, hogy mit szeretnél. De azt akkor tudod meg, hogy mit szeretnél, ha tudod, hogy mi az, ami nem jó az életedben. Tehát hogy változtathatsz meg valamit, hogy tehetsz jobbá valamit, ha nem szembesíted magad azzal a rosszal. És akkor tanítják neked azt, hogy hát ne szembesíts magad a rosszal, a rossz tulajdonságaiddal, az ilyen-olyan élethelyzeteddel, ami nem pozitív, mert az negatív gondolkodás. Tudod, mi a negatív gondolkodás? Mikor nézed a tévédben a híreket. Na, az negatív gondolkodás. De az, amikor te szembesülsz önmagaddal, szembesülsz az emberi kapcsolataiddal, szembesülsz a munkádban, mondjuk a hatékonysággal, vagy bármivel, amikor szembesíted önmagadat, az nem negatív gondolkodás, hanem szembesülés nélkül nincs változás. Tehát nem tudsz azon változtatni, amivel nem szembesíted önmagadat. Érted? Tehát mit tudom én, valaki, mondjuk anyagban, menjünk vissza az anyagi gondolkodásba, mondjuk azt mondja, hogy szeretne egy szebb házat, vagy egy szebb lakást. Hát akkor azzal szembesül, hogy az neki kicsi, vagy nem tetszik, nem? Például, amikor festetni akarsz, akkor azzal szembesülsz, hogy már csúnya a festés, nem? Hát azért csinálsz változást, mert szembesültél azzal, ami nem tetszik, ami nem szimpatikus, ami nem jó, vagy valami hasonló. Érted? Tehát akkor lesz változás, akkor történik elhatározás bármiben, ha szembesülsz azzal, ami van veled, érted? Vagy a környezetedben van. És akkor lesz változás. Tehát először is szembesítsd magadat azokkal a dolgokkal, ami számodra nem annyira szimpi. Ami jobb lenne, hogyha szebb lenne, stb. Oké? Na, utána a második lépés, ha már szembesítetted magad azzal, ami van, akkor, hogy kitűzzük az ellentétét. Nem? Tehát, például, mit tudom én, rájössz arra, hogy nem annyira jól bánsz az, mit tudom én, az emberekkel, mondjuk a pároddal, akkor ebben szembesült el. Jön a következő lépés, cél. Megtanulok bánni a párommal. Nem? Hát az ellentéte a cél. Hát nem az a cél, hogy hát akkor mit tudom én, hát jobb lenne egy kicsivel jobb párkapcsolat. Hanem az, hogy megtanulok bánni a párommal, nem? Na most onnantól kezdve, tehát hoztál egy elhatározást, egy célt, kitűztél. Akkor jön a következő, hogy és hol tudom ezt megtanulni. Tehát hol és hogyan tudom ezt megtanulni. Tehát van, aki azt mondja, hogy itt tudom én, elmegyek párkapcsolati coachhoz. És akkor coachingoltatom magamat. Nem?
Van, akik beiratkoznak mondjuk tanfolyamokra, vagy vesznek könyveket. És akkor olvassa a könyvet, és azt mondja, hogy ez vonatkozik rám, ez nem vonatkozik rám, ez is vonatkozik rám, ez nem vonatkozik rám. És akkor szépen elolvasta a könyvet, jó, milyen szuper vagyok, elolvastam a könyvet. És gondolod, nem tudom, gondolod-e, hogyha valamire azt mondja az ember, hát ez nem vonatkozik rám, hogy akkor az megtanulta-e? Hát ez biztos, hogy nem tanulta meg, mert nem vonatkozik rá. És képzeljük el, mondjuk egy fél év múlva, vagy egy év múlva megelőáll az a helyzet, amit nem tud jól kezelni, mert nem tanulta meg. Érted? Már hiába veszi elő utólag a könyvet, már elcseszte. Nem? Már el van szúrva a dolog. Mert azt, ha az ember tanul valamit, az nem utólag kellene jól kezelni a helyzeteket, hanem előre, nem? A legtöbb esetben, ha utólag próbáljuk kezelni, hát az már nem az igazi. Tehát előre könnyebb kezelni dolgot, mint utólag. Tehát ha már létrehoztuk a bajt, akkor már nehezebb megoldani, jobbá tenni, vagy jóvá tenni azt a dolgot, mint hogyha megelőzzük azt a problémát. Ez mindenre igaz. Tehát az embernek valamire nincs tudása, hát akkor elég nehezen előz meg dolgokat, nem? Tehát, ha az ember így tanul, már pedig mindenki így tanul, hogyha elmész egy tanfolyamra, azt mondod, ez vonatkozik rám, ez nem vonatkozik rám. Ha olvasol egy könyvet, ez vonatkozik rám, ez nem vonatkozik rám. Ebből, tehát mivel vonatkozik rám, tanulok. Mivel ez nem vonatkozik rám, ez nem érdekes. Így tanulsz. Na most akkor nézzük meg, hogy mi itt hogy tanulunk, jó? Itt lehetősége van az embernek létrehozni csapatot. Ami azt jelenti, hogy mindenkinek lehet saját csapata. Hogy hozzuk ezt létre? Hát úgy, hogy 300 millió tudásátadóra van szükség, ahhoz, hogy aranykor lehessen. Na most ez a 300 millió tudásátadó, ez valahova el fog helyezkedni. Valakikhez. Jelentkező van rá esetleg? Hogy kihez? Nem látom a jelentkezést. Hogy kihez jelentkezzen az a 300 millió ember, illetve kikhez jelentkezzen. Tehát az emberek, azok akarnak tudást, csak még nem vitted el hozzájuk. És nem keltetted föl az érdeklődésüket. Na mindegy, szóval lényeg az, hogy létre lehet hozni csapatot, tehát lehet saját csapatod. És minél nagyobb a csapat, annál több ember. És minél nagyobb a csapat, annál több történés történik az emberekkel a csapatodban. És tudod, mi a különbség? Az a különbség, hogy mikor egy helyzetben te vagy benne, tehát veled történik egy probléma, akkor mivel benne vagy a problémába, ezért ez olyan, mint amikor az ember benn van az erdőbe, ugye tanultuk, nem látja a fától az erdőt. Tehát nem látja a kiutat, nem látja a megoldást, nem látja, hogy keveredhetne ki az erdőből. Tehát ez a baj, amikor az ember maga él meg problémákat, tehát kell egy külső ember, aki ránéz a te problémádra, és segít, hogy megmutatja, hogy kell kimászni abból a problémából. Ugye ez a feladatunk, coachként, kivezessük az embereket az erdőből. De ha van egy csapatod,
akkor te látsz rá arra az illetőre, nem a te személyes problémádról szól a történet, tehát nem vagy benn az erdőben. Ami azt jelenti, hogy sokkal többet tudsz tanulni, úgyhogy nem nyom le hangulatban a probléma. Mert amikor a probléma téged ér, akkor ez leviszi a hangulatodat, és a rossz hangulat miatt az ember nem tud úgy gondolkodni, ahogy kellene. Ezáltal nem az van, hogy könnyedén így megoldjuk a dolgokat. De amikor nem veled történik a probléma, hanem valakivel a csapatodban, akkor te tudsz gondolkodni. Mert nem nyom a probléma téged. És tudsz megoldásokat adni. Érted? Magadtól. És azért kettő közt van egy különbség. Milyen különbség? Tehát mire gondolok? Tehát amikor neked segítenek egy probléma megoldásban, vagy te segítesz egy probléma megoldásban. Tudod, mi a különbség? A második esetben, amikor te segítesz egy probléma megoldásban, az emeli a te önértékelésedet, önbecsülésedet és önbizalmadat. Ha más segít, hogy megoldja a problémádat, az nem emeli az önértékelésedet, önbecsülésedet, önbizalmadat. Oké? Mert nem magadtól oldottad meg. De az ember nem is képes arra, hogyha egy problémában benne van, azt maga megoldja, mert az a baj, hogy bármit tanulhatsz, ha egy probléma képes arra, hogy téged levigyen hangulatban, abban, attól a pillanattól fogva, hogy levitt hangulatban, már is elvesztetted a tudásodat. Ezért kell a külső segítség. Mert azt is meg kell tanulni, hogy hogy legyél olyan idézőjelben ellenálló, hogyha jön egy probléma, akkor ne ingasson meg hangulatilag. Tehát ne vigyel le. Ne vigyel le a hangulatodat. Na most azért gondold végig, hogyha neked csapatod van, és mivel itt tanulsz, ezáltal tudásod is lesz, és a csapatodban van egy probléma, és a csapatod tagja a probléma miatt, mivel hatása alatt áll a problémának, ezáltal nem tud ugye gondolkodni, nem tudja a tudását alkalmazni, ezért te ránézel arra a problémára, és azt mondod magadba, hogy hopp, ez a megoldás, és elkezded neki a megoldást átadni. Tehát hozzásegíted a megoldáshoz. Erre ő elindul a megoldás útján, és szépen megoldja a problémáját, oké? És te voltál az, aki hozzásegítette. Na most, tehát te képes voltál arra, hogy valakin vagy valakiken segítsél. Na ez vajon emeli az önértékelésedet vajon? Önbizalmadat, önbecsülésedet. Aha. Na akkor kérdezem, máskor. Hogy oldanád meg ezt más helyzetben? Érted? Tehát ha nincs csapat, hogy oldanád meg ezt az önértékelési, önbecsülési, önbizalmi emelést? Hogy oldanád meg? Na most, mit tudom, azt mondja az ember, hát én nekem van egy szuper szakmám. Mit tudom, én vagyok a világ legjobb asztalosa. És tényleg az. Jó, de a világ az nem az asztalos szakmunkából áll, hanem az az asztalos szakmunka az csak egy kis része a világnak.
Ami azt jelenti, hogy attól, mert ő a világ legjobb asztalosa, az élete minden területén rendezett lesz az élete? Hát ki van csukva? De az emberekkel ezt próbálják elhitetni az iskolákban. Hogyha majd ő tanul egy szakmát, főleg, hogyha diplomás az a szakma, majd akkor aztán ő lesz a mindentudó a világban. Miért nem ezt hitetik el? És az emberek el is hiszik, hogy ez így van. Közben kap egy szakmát, és lehet, hogy mondjuk ő lesz a legjobb orvos a világon. Igaz, hogy az élete meg romokba lesz. Érted? De azon a szakterületen ő lesz a legjobb. Nézd meg a színészeket. Művészeket. Arányaiban a művészek között sokkal több öngyilkos van. Sokkal több. Pedig ő a művészet területén egy kiváló, ismeri a fél világ, hanem az egész. Mégis az élete romokban van. Mert elhitették vele, hogy az a legfontosabb neked az életedben, hogy a művészi területen te legyél a legjobb, lehetőleg még Oscart is kapjál. És ha megkapja az Oscart, azt 4 év múlva már halott. Vagy mit tudom, hogy felakasztotta magát, vagy agyon drogozta magát. Érted? Mert elhitették vele, hogy az anyagban kell egy bizonyos területen kiváló lenni. És mi van az élettel? Mi van az emberekkel? Mi van velünk? Emberekkel. Attól ő fog tudni bánni az emberekkel? Hát ki van csukva? Ugye bizonyos szakmákban tanulják az emberekkel való bánásmódot, illetve tanítják. Például az üzletkötői területen. Tudod, hány olyan üzletkötővel találkoztam, aki jó üzletkötő volt? És az egyéb emberi kapcsolatokban meg gyatra. Csapnivaló. Meg mondjuk a párkapcsolatában is gyatra. Vagy csapnivaló. Tehát mi emberek nem bizonyos területeket kell tudnunk, hanem az életet és az ember működését kell ismerni. Jó, ez egy nagy falat. Én nem mondom, hogy kicsi. Nem mondom, hogy meg lehet tanulni pár év alatt. Ugye én az ilyen terület tanulását elméletben 91-ben kezdtem el tanulni, gyakorlatban pedig 87-ben. Mert akkor még nem volt elmélet hozzá. És azóta is tanulom. És rendszeresen tanulom. Majdnem azt tudom mondani, hogy napi szinten. És szerintem, ameddig élek ebben a testben, tudni, hogy tanulni fogok, meg nem utána is. Csak nem ebben a testben. Tehát mi emberek akkor érezzük jól magunkat a saját bőrünkben, hogyha nincsenek problémáink. És az életünk az úgy működik, ahogy szeretnénk. Nem? Tehát ahogy szeretnéd az életet, ha úgy működik, akkor jól érezzük magunkat. De bármilyen területen, ha mondjuk a szakmádban azt szeretnéd tudni, hogy a szakmádban úgy működj, ahogy szeretnéd, hogy működj, ahhoz mi kell? Tudás és tapasztalat, nem? Ezért sokan például egy szakmát úgy tanulnak, hogy megtanulják ugye az elméletet, és szerez némi nemű tapasztalatot, de mástól is kap tapasztalatot. Mondjuk attól a szakembertől, aki a tapasztalatra oktatja, a szakmára oktatja, nem mint elmélet, hanem mint gyakorlat.
És akkor lesz valaki jó szakember bármilyen területen, ha tanul és minél több tapasztalattal rendelkezik. Az mindegy, hogy olyan tapasztalat, hogy ő élte meg, vagy azt mondták neki, hogy figyeld, ebben a helyzetben ezt cselekedtem, és ez működött, és ebben a helyzetben, ha te is ezt cselekszed, neked is működni fog. Na most, ha egy szakma úgy működik, jól, hogy tanulod és tapasztalod, illetve megkapod a tapasztalatokat, akkor az élet hogy működik jól? Hát, hogyha tanulod, tapasztalod, illetve megkapod a tapasztalatokat, nem? Akkor hogy működik az emberi kapcsolatok? Ugyanígy. Tanulod, tapasztalod, és megkapod a tapasztalatokat másoktól. Nem? Hát ugye az életünk az 10 életterületen működik, de mielőtt oda mennék, azért csináljuk, mert a tudatlanság minden gonosz eszköze. És a gonoszság gyökere. Szeretnéd lefényképezni? Oké, visszateszem. Jó. Ki az, aki szereti a gonoszságot? Tegye már fel a kezét. Nézzetek körül, senki nem tette fel a kezét. Ugye nem szeretjük a gonoszságot. Tehát nem szeretnénk egy olyan világban élni, ahol a tudatlanság miatt gonoszság jön létre. Egyre nagyobb mértékben. És ha megnézed, tényleg így van, minél tudatlanabbak az emberek bizonyos területeken a bolygón, annál több gonoszság létezik ott. És a tudatlanság az nem az írás-olvasástól függ, hanem attól, hogy az élet vagy az ember működését mennyire ismerik. Mert vannak olyan területek a bolygón, meg voltak is, ahol fogalmuk nem volt arról, hogy hogy kell írni, meg olvasni, de az élet és az ember működését ismerték. Legalábbis az ő életterületükön. És ezáltal például olyan életet tudtak élni, hogy még konfliktusaik se voltak. Azért csináljuk, hogy az emberek képesebbé váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni. Hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Nekem ez a küldetésem, hogy létrehozzuk közösen az aranykort. Valaki éppen a héten mesélte, de inkább tőle kellene ezt hallani, de hát mivel nem ő áll kint a színpadon, ezért én mesélem-e. Csak azért, mert ő életszerűbben tudja elmondani, mert ő vele történt, hogy találkozott valami spirituálisan fejlett emberrel. És most szerdán mesélt arról, hát csak 4 voltunk ott, vagy hányan, hogy hát ugye szóba került a PPH, nyilvánvaló, hogy ugye a munkatársunk a szóba hozta a PPH-t. Majd ha valami nem úgy történt, akkor javíts ki, jó? És lényeg az, hogy szóba került a PPH, és azt mondta, hogy hát mivel ő spirituális ember, van neki egy látó ismerőse, és akkor ránézett, rám nézett. Érted? Tehát, hogy megnéz engem. Meg megnézi azt, hogy jó helyre kerülne a munkatársunk. És úgyhogy már 2 ilyen spirituális ember volt ebbe a kérdésbe bevonva, és ugye volt szó az aranykorról, meg satöbbiről, és hát megnéztek engem, és akkor lesz valami aranykor tanács, állítólag, ami 5 fős lesz. És akkor meg akartak nézni, hogy én abban benne leszek-e. És akkor azt mondták, hogy benne. És azt mondták neki, hogy jó helyen van itt. Tehát jó helyen van. Oké? És szóba került az, hogy érdekes mód, szellemileg magas szinten vannak, de mégis fizikailag nem sokat tesznek. Csak várják.
Én meg mondtam válaszként, hogy majd valamikor itt lesznek, és akkor tesznek. Hogy mikor ez idő kérdése. Tehát lényeg az, hogy egy olyan világot képzelek el, és nem csak elképzelek, hanem tudom, hogy így lesz, ahol mi emberek képesek vagyunk úgy együttműködni, hogy konfliktusmentesen. Érted? Most képzeld el, hogyha úgy tudnál együttműködni minden helyzetben emberekkel, hogy konfliktusmentesen. Tehát az nem azt jelenti, hogy nincs olyan, hogy hibázás. Hanem az azt jelenti, hogy te tudod azt, hogyha valaki hibázik, vagy ha te hibázol, akkor azt tudod, hogy ő miért csinálta, vagy te miért csináltad a hibázást. Érted? És ha az ember megért valamit az életben, bármit megértesz, akkor nem szállsz vele szembe. Érted? Ha bármit megértesz, akkor nem akarod megtámadni azt a dolgot, vagy azt a szemét. Mert érted. Tehát érted, hogy miért tette azt, amit tett. Vagy miért történt úgy, ahogy történt. Vagy érted, hogy te miért tetted azt, amit tettél. Ki az, aki már elkövetett hibát az életében? Azt tegye már föl a kezét. Oké, ki az, aki még soha semmilyen hibát nem követette? Jó, most nem lakta föl senki se. Az előbb ugye mindenki, csak azért, hogy ellenpróbát hadd csináljunk, hogy bemeritek-e ismerni. Tehát ugye bevallhatjuk, hogy mindnyájan hibáztunk, nem? És vajon a hibázásod az minek következménye? Tudás vagy hangulat? Tudás hiány, vagy jó hangulat hiány? Mert hiába van egy embernek tudása, ha jó hangulata hiányzik. Tehát tudás és jó hangulat hiányból keletkezett ez a dolog. Egyébként van még 15 percünk. Persze. Tehát nem negyedik van írva? Négyig? Nem baj. Én ez a heti találkozó is mindig negyedik tartom. Tartom, majd átrakom. Ja? Majd átírom a menetrendet. Jó, tehát lényeg az, hogy tudás és hangulat, jó hangulat hiány. Van mindig a probléma. Tehát ez a kettő, ami egyik sem működik a másik nélkül. Tehát a kettőnek együtt kell lennie. Tehát tudás és jó hangulat. Tehát ezáltal, mikor bármikor hibát követtél el az életedben, akkor valami hiányzott. Vagy a jó hangulatod, vagy a tudásod, vagy mind a kettő. Nem? Na most, tehát, ha valamikor az életedben elkövettél egy hibát, akkor nem azért követted el, mert szándékosan akartál hibázni, nem? Nem akartad azt, hogy szándékosan, mit tudom én, frusztráljon az a dolog. Nem? Ki az, aki bolond, aki saját magát akarja frusztrálni? Hát ez bolond. Nem? Szóval nem ezért csináltad. Nem azért csináltad, mert valaki mást is frusztrálni akartál. Nem? Biztos nem azért. Mert nem vagy elnyomó, ezért nem ezért csináltad. Hát akkor miért csináltad? Mert hiányzott ez a két dolog. Na most onnantól kezdve, hogyha hiányzott ez a két dolog,
akkor meg tudod magadon érteni azt, hogy én azért hibáztam, azért csináltam ezt, vagy azt, vagy amazt, mert nem volt tudásom. Tehát nem tudtam azt, hogy annak a cselekvésnek mi lesz a következménye. Nem tudtam azt, hogy nekem jó hangulatúnak kell lenni, és úgy hoztam egy döntést, vagy úgy cselekedtem, hogy nem voltam jó hangulatú. Nem? Tehát nem azt mondod magadról, hogy ilyen hülye voltam meg, olyan hülye voltam meg, ilyen meg, olyan meg, amolyan, nem? Hanem a kettőből valami hiányzott, vagy mind a kettő. Érted? Tehát nem te vagy az, aki nem volt, nem lett volna képes arra, hogy helyesen cselekedjen, csak a helyzet nem állt úgy össze. Tehát vagy a hangulatod nem volt, vagy nem volt a tudás, igen, csak közben a mobil nem lett lealkítva, igen. Megismertem a csörgését. Lényeg az, hogy tehát valami hiányzott. Tehát nem veled volt a baj, hanem ezzel a két dolog hiányával volt a baj. Tehát, hogyha a jövőben valamit nem úgy teszel, nyilván most a szándékosságot kivesszük, akkor megint csak az lesz a probléma, hogy vagy a tudásod hiányzik, vagy a hangulatod nem olyan, aminek kellene lenni, vagy mind a kettő. Tehát nem veled van a gond. Érted? Hanem így működünk. Hogyha nincs tudásunk, nincs jó hangulatunk, akkor hibázunk. Nem csak te működsz így, mindenki. Világos ez? Csak hogy tudd. Jó? Tehát ezért, mert még nincs tudásod, mondom, még nincs tudásod, vagy még nem tudtad úgy megjavítani a hangulatodat, ez nem azt jelenti, hogy nem törekedhetsz erre. Nem azt jelenti, hogy te veled valami baj van. Érted? Nincs baj veled, csak még nincs olyan tudásszinted. Akkor, vagy nem volt, vagy akkor nem lesz. Vagy éppen nincs olyan hangulatod. Tehát minden ember a bolygón így működik. Hogyha nincs tudása, vagy nincs jó hangulata, vagy egyik sincs, akkor nem képes a helyes cselekvésre. Érted? Tehát hogyan csinálják például ezt az uralkodók, vagy az igen magas gazdagok, ha megnézed? Úgy csinálják, hogy rájuk nézel, és azt látod, hogy nincs jó hangulatuk. De megfizetnek olyan szakembereket, akik azon a területen jók. Érted? Nekik van mondjuk 10 élethelyzetük, csak most mondtam valamit, és a 10 élethelyzetre 10 szakembert megfogadnak. És mielőtt bármit döntést hoznának, bármit tennének, az oda vonatkozó szakember alapján, szakember véleménye alapján cselekednek. Érted? Mert ők megtehetik ezt, hogy ne rendelkezzenek tudással, és kérjenek tanácsot szakemberektől. És akárhány élethelyzete van,
meg tud fizetni szakembert arra az élethelyzetre. Érted? De a legtöbb ember nem így működik. Na most ezáltal, mivel nincsenek jó állapotban, meg tudásuk sincs, ezért ugye gyakran csinálnak a hatalmon lévő emberek olyan dolgokat, ami a népnek meg nem az igazi. Szóval a lényeg az, hogyha azt akarod, hogy az életed az úgy alakuljon, ahogy szeretnéd, akkor ott kezdődnek dolgok, hogy írd össze, hogy mi az, ami zavar. Mi az, amit szeretnéd, ha jobb lenne. Érted? Írd össze a zavaró körülményeidet. Mik zavarnak? Mit szeretnél, hogy jobb lenne? De ez bármi lehet, ami zavar. Az egészséged is lehet. Jó? És utána jön, hogy mi az, ami annak az ellentéte, amit szeretnél. És szükséges a gyors fejlődéshez saját csapat. Tehát én azt látom, hogy akiknek van saját növekvő csapata, sokkal gyorsabban tudnak fejlődni, mint azok, akiknek nincs. Hogy hogy legyen csapatod, beszélj az igazgatóddal. Jó? Tehát lényeg az, hogy ne te akar mindent megélni az életben. Hadd éljenek meg mások is dolgokat, jó? Hagyj rájuk is egy kicsit. Amit nekik kell megélni, azt ne akar te megélni. Igen, hát ha már cél tűzöl ki, akkor olyat tűz ki, aminek van értelme. Tehát értelme. Ha olyan cél tűzöl ki, aminek nincs értelme, akkor ne tűzd ki. Jó? Ha párkapcsolatban élsz, akkor a párkapcsolatra a következő a jellemző. A férfi húzza a szekeret, a nő tolja a szekeret. Ha ez a szerep felborul, akkor a szekér nem halad. Jó? Az sem működik, hogy a nő odaáll a szekér útjához. Akkor a férfi azt mondja, jó, akkor húzd te. Az sem működik, hogyha azt mondja a nő, hogy na állj oda a szekér mögé, majd én húzom a szekeret. Akkor egy idő után hátra néz a nő, jé, hol a férfi? Eltűnt. Szóval egy működik, hogy a férfi húzza a szekeret, a nő pedig tolja a szekeret. Na most, ez a szekér, ez nem kettő szekér. Ez egy szekér. Tehát ez nem azt, nem, hát az egy szekér azt jelenti, hogy a szekér rúdja az egy irányba mutat. Na most, két rúd már nem valószínű, hogy ugyanabba az irányba fog mutatni. Érted? Az egyik rúd erre mutat, a másik arra, és akkor szépen szétválik a két szekér. Tehát, hogyha azt akarja mind a két ember, hogy családi biztonság és anyagi biztonság legyen, akkor kell
olyan szekér, amin föl vannak pakolva azok a célok, amit szeretnétek elérni. Ebben lehet személyes cél is, lehet közös cél is, családi cél is, csak lényeg az, hogy ugyanarra a szekérre legyen fölpakolva. Érted? Tehát ugyanazt a legfőbb célt szolgálja a kisebb célok is, bárkié is az a cél. Értitek? Ezért fontos például, hogy ugye nagy probléma, amikor az ember alkalmazott. Mert ott nincs szekér. Ott két talicska van. Szó szerint. És akkor ugye tudod, a talicskában hordják a esze kezdődő és tudod, párbetűs. Tehát lényeg az, hogy de tényleg alkalmazottként, ha mind a kettő alkalmazott, akkor nincs szekér, talicskák vannak. És akkor ott lavíroznak a talicskával, tudod, próbálnak egy irányba haladni. Na tényleg ez van, nézd meg a kapcsolatokat. Tehát nincs egy olyan, hogy van egy kitűzött cél, ami felé haladunk, érted? A szekér útja, merre halad. Nincs olyan. Nincs olyan, hogy mögé lehet állni. Tehát egy alkalmazotti lét mögé nem lehet állni. Hogy? Hát hogy állsz mögé? Érted? Egy alkalmazotti létben nem lehet a rúd mellé állni férfiként. Hogy? Érted? Tehát amikor te alkalmazott vagy férfiként, akkor te egy szekértoló vagy. Valakinek a szekértolója vagy. Ez ennyi. Neked nincs saját szekered. Neked csak talicskád van. Azért gondolj bele, hogy szekérrel haladni előre és cipelni a cuccot, vagy két talicskával, melyik a könnyebb? Hát nem a talicskával, mert arra nem sok fér. Hát ezért megnézed, ugye akik úgy csinálják családosan, hogy van egy szekerük, és a rendesen működik, a férfi húzza a nő tolja, akkor ott tényleg van mit vinni. Érted? És ha valaki úgy olyan családban él, ahol egyik itt alkalmazott, a másik meg ott alkalmazott, akkor tényleg csak körülbelül annyi van a családnak, mint ami két talicskán elfér. Nem annyi, mint egy szekéren. Tehát én azt megértem, hogy elérték nálad, hogy az a biztos lét úgy gondolod, hogy az ember alkalmazottként éli az életét. Na ez az átverés. Tudod, ez az átverés show. Szó szerint. Ez a nagy átverés show. Ez az emberiség átverése, vagy az emberiség egy részének, mert most még csak egy részének az átverése, de a nyugati társadalmat már átverték, és mi ide tartozunk. Tehát át vannak verve az emberek, hogy az a megoldás, hogy az emberek alkalmazottak legyenek. És akkor elő is állítják azt, hogy mennyi vállalkozás megy tönkre, meg mennyi bűnözői vállalkozás van, amit ugye bűncselekmény lesz belőle abból a vállalkozásból, stb. Stb. És akkor előállítják azt, hogy a vállalkozások azok rosszak. Azért ugye mondanám, hogyha na most itt Magyarországon, hogyha nem lennének vállalkozások, akkor hirtelen egy pár ember éhen halna. Érted? Mert nem lenne mit enni. Tehát gyakorlatilag a vállalkozások etetik, itatják az embereket, ruházzák, stb. Stb. Nem? Nem így van?
Tehát akkor csak működik a vállalkozás, nem? Persze nem mindegy, hogy milyen vállalkozást csinál az ember, mondjuk olyan vállalkozást, amiből kismillió van, vagy olyan vállalkozást, mint a miénk, ami egyedi. Ami egyedülálló, teljesen. Nem mindegy. Persze. Persze, hogy tönkre megy egy vállalkozás, ha a vállalkozás vezetője rosszul csinálja. Hát ez nem kérdés. Tönkre megy a vállalkozás, hogyha tudatlan az a személy, aki irányítja a vállalkozást. Persze. De ha tudást szerzel, akkor te nem leszel tudatlan. És működni fog a dolog. Tehát nem tudnád azt elképzelni, hogy egyre több bevételed legyen a PPA-ból, és egy idő után az legyen a fő jövedelmi forrásod, sőt, akár az egyetlen. Miért nem tudod ezt elképzelni? Ha családban vagytok, és a párod is PPH-s, akkor onnantól kezdve miért ne lehetne ezt családi dolgokban is elképzelni? Miért nem? Azért, mert elhitették veled, hogy az a jó, hogy te alkalmazottként éled le az életed, azt majd hát, ha lesz nyugdíjad. Nem is milyen jó lesz, alig várod már, hogy nyugdíjban van új. Ó, de szuper! Jó perspektíva, jó kilátás. De ez inkább úgy hívják, hogy szegénységi bizonyítvány. Most gondolj bele, rég beszéltem erről, most nem is fogok. Hogy mennyi jövedelem vár azokra, akik szerveznek, és akik meg fogják szervezni, hogy bejussunk az aranykorba. Tudod, mennyi kimondhatatlanul sok jövedelem. És azt kell szétosztani. Ugye a meghatározott rendben természetesen. És ez azért csak, hogy azok a személyek, akik jönnek tanulni, azok cserét tudjanak adni. Mert az a tisztességes, hogyha ők kapnak, adjanak. És most a csere még nem az, hogy fogja azt, mondjuk fölépíti cserébe a házadat. Hanem az a csere, hogy pénzt fizet érte. Érted? Na hát körülbelül ennyi fért bele itt az első részbe. Ha bármi további információra van szükséged, akkor nézz körül a weboldalunkon, a ppa.hu weboldalunkon, de egyébként van egy jó csomó domin nevünk, például aranykor.net, akkor mondtam, nyíltakadémia.hu, stb. Stb. Jó, tehát ezzel mindegyike körül tudsz nézni a weboldalunkon, és várunk szeretettel a tanulóink között, és tanulhatsz a legjobb áron, ami csak létezik a bolygón. Mondom, a bolygón. És megtanulhatod mindazt a tudást, ami bármilyen élethelyzetedhez szükséges. Hogy stabilan, jól kezeld a különböző élethelyzeteidet. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Visszaadom a szót a háziasszonyunknak. További jó tanulást. Szeretlek benneteket. Sziasztok!
Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a szerintem nagyon fantasztikus előadást. Röviden szeretnék magamról egy pár gondolatot mondani. Civil foglalkozásom az idegenforgalomban kezdtem, illetve a vendéglátásban. Én Szolnok mellől jöttem Rákóczi falváról, egyedülálló vagyok, és miért kezdtem el az Nyílt Akadémiánál tanulni? Hát elég nehéz összefoglalni, mert nagyon sok minden, ami megfogott engem. Elkezdtem hallgatni Miklós előadásait, és nagyon megfogott, hogy olyan dolgokról tanít, hogy az ember működése, az élet működése, és egyre jobban érdekelt, hogy mit is takar ez pontosan. És ahogy elkezdtem tanulni a képzéseket, rájöttem, hogy itt olyan válaszokat kapok, olyan tudás van, és hozzá még módszerek is, hát rögtön kaptam az alkalmon, és elkezdtem, hogy hát én szeretném rendbe tenni az életemet. És még az is járt a fejembe, hogy mivel ugye a vendéglátásban dolgoztam, emberekkel foglalkoztam, hogy szeretnék másoknak is adni valamit, és itt még arra is megtanítanak, hogy hogy alkalmazzam, és tudjak segíteni másoknak is. És mindenképp tanácsolnám azoknak, akik érdeklődnek, hogy kezdjék el a képzést, mert én is megtapasztaltam, hogy itt személyiségfejlesztés is hozzájárul, úgymond a képzéshez. Olyan dolgokat ki tudunk hozni magunkból, amik szerintem enélkül nem mennének. Úgyhogy mindenképp szerintem érdemes a lehetőséggel élni. A szünet után hatékonyságkócs képzésünk lesz, melyre várunk szeretettel mindenkit. Ha valakit esetleg mégsem győztünk meg, hogy ez mennyire hasznos, akkor attól el szeretnék köszönni. Most pedig 20 perc szünet után kócsképzésünk következik. Köszönöm.